Villanógránátokat, könnygázt és gumilövedéket is bevetett a belarusz rendőrség a Lukasenka államfő ellen tüntető több tízezres tömegoszlatására vasárnap. A rendőrség néhány tüntetővel szemben brutálisan lépett fel. A reggel kezdődött tiltakozások idejére a városban leállt a mobil internet szolgáltatás, és az AFP francia hírügynökség szerint körülbelül 15 metró megállót lezártak. Belarusban folyamatosak a megmozdulások az augusztus 9-i elnökválasztás óta, amelyet az országot 26 éve irányító Alekszandr Lukasenka az ellenzék szerint elcsalt. Jogvédő csoportok adatai alapján Minszkben több mint 300 kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a hatóságok. A megmozdulások azután vettek újabb lendületet, hogy szerda éjszaka egy tüntetés helyszínéről elhurcolták Roman Banderenka 31 éves festőművészt. A férfit később súlyos agyi sérülésekkel és zúzódásokkal vitték kórházba, ahol életét már nem tudták megmenteni.